És olyan kérdésünk lenne, hogy esetleg a futballba körülnézhetnénk-e, vagy hátul, vagy hogy be tudott esetleg önhöz jutni. Házról házra jártak az önkéntesek kedd délelőtt Mözsön a Tolnai utcában. Mindenki a kis nyári Gergő Dávidot kereste. A 6 éves autista fiú március 27-én hétfőn a kora esti órákban tűnt el otthonról. A keresés éjjel is zajlott, eredménytelenül. Mindezt az eső, a tomboló szél és a hideg idő is akadályozta. Az eset az egész országot megrázta. A kutatás másnap tovább folytatódott. Mös határát, a környező utcákat, a legkisebb zegzugot is átnézték, hát ha ott találják a kisfiút. Emellett kereső kutyákat és helikoptert is bevetettek a szakemberek. A helyzetet tovább fokozza, hogy értelmi akadályozottsága miatt Gergő nem beszél. Tegnap értesültem a Facebook közösségi oldalán, olvastam, hogy mi történt. Ugye ez a 6 éves kisfiú, ugye autista beteg kisgyerekről van szó, és én is nekiálltam keresni, tehát ott besegítettem a keresésbe. Itt Mös környékén több utcát végigmentem, Temető utca, tehát mindenhol, ahogy kísérták, hogy több helyen próbáljuk keresni, erdőknél, bokroknál, árkoknál, úgy hát, ha meg lesz. Értesüléseink szerint a kisfiú édesapja éppen az udvari játékokat pakolta be a házba, amiket az erős szél felborított. Gergő mesét nézett. A levegőmozgás a bejárati kaput is kinyitotta, ekkor veszett nyoma a 6 éves gyereknek, aki eltűnésekor szürke pulóvert és kék-piros és fehér csíkos nadrágot viselt. Tolnaváros lakosai és az önkormányzat is egy emberként fogtak össze azért, hogy a kisfiú mielőbb megkerüljön és újra a szerető családjával legyen. Mindenkinek a szíve egyként dobban akkor, amikor egy kisgyereket kell keresni. Én ma délelőtt elrendeltem a kisbíró rendszerbe, ki fogják hirdetni a rendőrség rövid közleményét, amiben nyilván azt fogják elmondani, hogy keresik a kisfiút, mikor látták utoljára, és hol kell jelentkezni. Folyamatosan osztjuk meg nyilván az interneten is ezeket az információkat, de hát nem mindenki internetezik, úgyhogy arra gondoltunk, hogy ebbe a rendszerbe, ami a sziréna próba szokott lenni, ezekben a hangos beszélőkben fog majd megjelenni ez a hír. A felderítésben több százan vesznek részt, az ország számos pontjáról érkeztek kutatómentők és önkéntesek, akik segítik az egyenruhások munkáját. Folyamatosan több száz ember keresi a gyermeket, rendőrök, a terrorelhárítási központ munkatársai, a polgárőrök, számos kutatómentőegység. Volt itt már az éjszaka folyamán a rendőrség helikoptere, amely újra vissza fog érkezni ide, és tovább fogja keresni a gyermeket. Mindent elkövetünk annak érdekében a civilekkel együtt, hiszen több százan, több ezen keresik a gyermeket a mai nap folyamán is, hogy mielőbb előkerüljön épségben és hazajöhessen a szüleihez. Aki bármilyen információval rendelkezik Nyári Gergő Dávid eltűnésével kapcsolatban, azonnal hívja a 0674 501 106-os számot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen elérhető 0680 555 111-es telefontanú zöld számon, illetve a 112-es központi segélyhívón.